Magyarországon is dominánsá vált a koronavírus omikron változata. Szakértők szerint a terjedés szinte lehetetlen megakadályozni, de arra számítanak, hogy kevesebben kerülnek majd kórházba. Többen úgy gondolják, ez a variáns a járvány végét is elhozhatja. Imre Balás folytatja vendégével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, szervusz Szintje, itt van, így van, itt van velünk a stúdióban Galgóci Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője, kezét csókolom. Jó, jó reggelt, kívánok. kívánok. Ahogy itt Cynthia is mondta a felvezetőben, az első számú fertőzővé lépett elő most már az Omikron Magyarországon, ahogy egyébként Európa legtöbb országában, és azt mondják a tudósok, hogy a jelenlegi állás szerint ez a leggyorsabb, a történel leggyorsabban terjeszkedő vírusa, azt mondják, hogy szinte lehetetlen megakadályozni a gyors terjedését. Mit gondol erről? Igen, ez az eddigi koronavírus variánsok közül valóban a leggyorsabban terjedő, a kétszereződési, tehát a duplázódás ideje az egy-másfél nap, tehát várható, hogy robbanásszerű, akár robbanásszerű esetszám emelkedést fogunk tapasztalni. Ugye az elmúlt évben az év vége felé a 47. héten ért el a negyedik hullám a járvány csúcsát, utána egy folyamatos esetszám szint csökkenést tapasztaltunk 51.-52. héten, de itt az elmúlt hetekben, illetve napokban már látjuk, hogy szinte napról napra akár duplázódik is az eseteknek a száma. Gondolom, hogy figyelik a külföldi példákat is, illetve nyilván a, vagy hogy szoktuk mondani, ezt a Szent Vízadatok alapján is lehet következtetni arra, hogy mit okozhat ez az omikron variáns Magyarországon. Magyarországon a szennyvízadatokra vonatkozóan egyelőre ilyen stagnáló és hol növekvő, hol csökkenő tendenciát tapasztalunk, de a nemzetközi járványügyi helyzetet figyelemmel kísérve az látszik, hogy egy gyors felfutása lesz az esetszámoknak, ö, hamar elérjük a járvány csúcsát, majd pedig egy gyors ö, csökkenés lesz. Természetesen ez befolyásolni fogja a járványügyi intézkedések, illetve az oltásoknak is az előre haladása. Milyen járványügyi intézkedésekre lehet szükség? Mit mutatnak a, akár a nemzetközi példák is itt Magyarországon? Ugye egyelőre Magyarországon a legfontosabb a védőoltásnak a beadása az, hogy a harmadik oltást is minél többen megkapják most már rövid időn belül, illetve maszkviselési Telezettség természetesen, és ez a párnapos izoláció, ami a betegek számára kötelező, hiszen a tapasztalatok szerint az omikron variáns kevésbé az alsó légutakat, mint inkább a felső légutakat támadja, és enyhébb felső légúti, orfolyásos tüneteket okoz, amelyek néhány nap alatt oldódnak. Azt lehet olvasni a sajtóban, hogy májusig tarthat el ez az ötödik hullám körülbelül. Az a kérdés, hogy amit elhangzott már több helyen is, hogy elhozhatja ez a variáns a koronavírus járvány végét. Hogy látják most? De ebben nem szeretnék bocsátkozni <laughs> ilyen jóslásokba, hiszen a vírus, ahogy láttuk eddig is, nagyon változékony volt, és akár átvert bennünket néha, ha fogalmazhatok így, hiszen minden egyes alkalommal, illetve a védőoltások megjelenésével is azt gondoltuk, hogy ez akkor. Lezárja, illetve befejeződik a járvány, de ö, láthatjuk, hogy az oltások ellenére is megfertőződnek az emberek, és akár tovább is fertőzhetnek. De az biztos, hogy az egyéni védelem kialakításában nagyon fontos a védőoltás, hiszen most is láthatjuk, hogy a esetszámemelkedés, a rapid esetszámemelkedés ellenére kevesebben vannak kórházban, és sokkal kevesebben szorulnak lélegeztetőgépes kezelésre, mint akár a tavalyi ilyenkor időszakban. Ez azt is jelenti, hogy a Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úr tegnap beszélt arról, hogy még azért jócskán van hely abban az esetben, hogyha megnőne a kórházi betegek száma, hála a Jó Istennek, akkor ezek szerint erre még most nincsen példa, de hogyha úgy alakul a dolog, akkor lesz elég Igen, természetesen mindenki megkapja a megfelelő kezelést az állapotának szükségessége vonatkozásában. Az Omikron átírta egy picit a karantén szabályokat is, hogyan erről beszélünk egy picit? Ugye a tapasztalatok szerint az Omikron, ahogy említettem, enyhébb tüneteket okoz, inkább felső tüneteket okoz, és rövidebb ide Tart a, a, a tüneteknek a hosszúsága, illetve feltehetően a fertőző képesség is, és emiatt az izolációs szabályok, mind a betegekre vonatkozó izolációs szabályok, mind pedig a oltatlan kontaktokra vonatkozó karanténszabályok változtak. Az izolációra vonatkozóan, aki megbetegszik, vagy igazoltan fertőzött lesz, hogy ő hét napig kell, hogy izolálódjon, illetve egy gyors tesztvizsgálattal, illetve tesztvizsgálattal öt napra is rövidíthető, de természetesen csak az szabadulhat, vagy hagyhatja el az izolációt, aki valóban tünetmentes. Ezután azért még javasolt a maszkviselés ugye egyébként is kötelező a tömegközlekedési eszközökön nyilvános helyeken, de akár a családban, munkahelyi környezetben a maszkviselés javasolt lehet. Az oltott kontaktok számára ugye már nincs karanténkötelezettség, elsősorban a gyerekeknél van, akik még ugye koruknál fogva oltatlanok, karanténkötelezettség az ő esetükben is, öt napra rövidül a karanténkötelezettség. Fontos azok alapján, amit elmondott ön is, hogy az egyéni felelősséget ezt próbáljuk meg minél nagyobb fokra emelni ennek kapcsán, tehát tartsunk távolságot és viselj, viseljük a maszkot többek között. Folytatódnak közben a kötelező oltási, bocsánat, a, folytatódik az oltási akció, az nem kötelező, de nyilván ajánlott. Ezzel kapcsolatban mik a legfontosabb tudnivalók, amikre érdemes felhívni a figyelmet? Ja, januárban minden hét végén vannak oltási akciónapok. A kórházi oltópontokon, illetve a járás központi szakrendelőkben csütörtöktől szombatig tartanak ezek az oltási akciónapok a házi orvosok pedig péntek szombaton állnak a pacienseiknek a rendelkezésére, első, második és harmadik oltást is lehet ö, igénybe venni, és lehet élni a lehetőséggel, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy menjen el és éljen az oltással, ugye nem szükséges előzetes regisztráció, illetve nem szükséges ezekben az időpontokban az időpont foglalás sem. Ha már oltások, negyedik oltás, itt a híradóban is szóba került, ugye nyilván nem az a cél, hogy négy havonta Olcsák az embereket, de például mondjuk az Izraeli példák azt mutatják, hogy valószínűleg szükség lesz rá. Most az önök megállapítása szerint valóban szükség lehet majd a negyedik oltásra. Igen, figyeljük a nemzetközi javaslatokat is, az Izraelnek a tapasztalatait is. Ugye Izraelben azért egy kicsit másképp zajlott az oltási kampány, hiszen ott egyetlen típusú oltóanyaggal végezték a lakosságnak az oltását, az MRNS vakcinával, sem. így van. Azért azt látjuk, hogy az MRNS vakcinának a hatékonysága az idő múlásával csökken, tehát most újra és újra oltásra van szükség annak érdekében, hogy fenntartsuk az egyéni védettséget. Arról nem is beszél, bocsásson, hogy közben, hogy variálni is kell ugye az oltóanyagokat a tudósoknak, ahhoz, hogy alkalmazni tudják az új variánsokra például. Igen, tehát még amit most ha alkalmazunk oltóanyagokat, ezek még az eredeti vuhani törzse kifejlesztett oltóanyagok, és várható, hogy majd az újabb variánsok vonatkozásában is lesznek új típusú oltóanyagok, de addig is ugye nagyon fontos, hogy akinek szüksége van rá, most a jelenlegi javaslat szerint azoknak, akik szertransplantáltak, vagy valamilyen immunszupprimáns kezelésben részesülnek, vagy valamilyen hematológiai betegségben szenvednek, számukra a három oltás az alapimmun és a negyedik oltás lesz a booszteroltás, de megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a lakosság körében, aki már régen kapta a harmadik oltást, hiszen Magyarországon az elmúlt év augusztusától már lehetőség volt a harmadik oltásnak a beadására, az a negyedik oltást is megkaphassa. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm Jó munkát, szépen. Szép napot kívánok.